Először is köszöntök titeket, és köszöntöm a nézőinket. Ez a lányfolyesteknek most már nagyon-nagyon rendhagyó jelentkezése. Ugye indultunk a faluházban, a színházteremben, aztán áttértünk az online közvetítésekre, és most már hát a vírus annyira beindult, hogy úgy gondoltuk, hogy inkább most már se kockáztatjuk meg, hogy személyesen találkozunk, és úgy vesszük fel a beszélgetést, hanem Zoomon keresztül. Egyben ez az első ilyen zoomos felvétel, amit készítek, úgyhogy elnézést, hogyha bármi galiba, technikai hiba vagy egyéb baki közbe jön. És köszönöm szépen Szőlősi Györgyének és Sebesti Ákosnak, hogy rendelkezésre állnak. Mi is a meghívást, szia! Köszönjük, szia! Köszönöm mindenkinek, mindenkit köszöntünk mi is. Igen, ugye azért vicces, mert olyan borzasztó beszél a húk egymástól körülbelül 5 percre, de nem mindegy, hát ez egy ilyen speciális idő, majd öregek leszünk, mondhatjuk, hogy hát bezzeg a mi időnkben ilyeneket is meg kellett oldani. Kezdjük talán a közepén azzal, hogy hogy keveredtetek Leányfalura. Hú. Hát ez úgy indult, hogy még ugye középiskola óta egy pár vagyunk Györgyivel, és már akkor is szerettünk kirándulni, meg mászkálni az országban. Úgyhogy hát a Dunakanyar az adta magát. Nagyon szerettük ezt a környéket már akkor is. Meg a Satiék volt, itt láttam. Igen, és jó barátainknak van Kisoroszban, vagy volt Kisoroszban házuk. Hozzájuk is gyakran mentünk. És amikor oda jutottunk, hogy el szeretnénk hagyni Budapestet, akkor nem nagyon volt kérdés, hogy merre induljunk el. Így kötöttünk ki Leányfalura. De nem volt egyszerű egyébként, mert amikor kitaláltuk, az a Jászmin, a nagyobbik lányunk, ő volt akkor 4 éves körülbelül, és akkor, ahogy ő megszületett, ugye én vidéki vagyok, tehát nekem nyilván könnyebb döntés volt, Ákos meg Tőzsgyökeres pesti, tehát neki nehezebb volt az Ilka utcában őt fel a megzuglóba, a kis környezetébe onnan kimozdulni, tehát azért ő jobban tartott ettől, de hogyha láttuk azt, hogyha lemegyünk a nagyszülőkhöz, akkor a gyereknek mennyire más, hogyha egy olyan környezetben van, és nem egy lakásban nőtt fel meg a ligetben, vagy ugye közel laktunk a Városligethez. Na és a lényeg az, hogy mi akkor elkezdtünk keresni, de ez pont 2009-ben volt, amikor ugye beütött a krach, és mi majdnem 2,5 évig kerestünk egyébként itt pont 2,5 évig. Igen, sokáig kerestük, mert voltak ugyan a hegyen fönt telkek, meg házak, amik tetszettek, szépek voltak, csak mi gondoltunk a... Nem mertünk. Nem mertünk belevágni, hogy... Igen, tehát olyan magasra menjünk. Iskolában mennek majd, meg majd kamaszok lesznek, és akkor mennyire fogják utálni, hogyha éjszaka föl kell battyogni úgy gyalog a hegytetőre. Úgyhogy azért olyan helyet kerestünk, ami viszonylag könnyen megközelíthető, akár gyalogszerrel is. És hát emiatt is húzódott el az ennyi. Igen, és az az érdekes, hogy amikor életünkben először kijöttünk Leányfalura, az egy havas téli nap volt, tök nagy hó volt, emlékszem rá, így nézelődni, meg így körülnézni egy kicsit, akkor az első utca, amivel besétáltunk, az a Petőfi Sándor utca volt, ahol most lakunk, és nekünk, hogy jaj, de szép ez a rész, de gyönyörű, és végül ide költöztünk. Úgyhogy egyébként nem is hirdették akkor még ezt a telketházat, csak így annyira nem találtunk olyat, ami úgy igazán tetszett volna, hogy az Ákos kitalálta, hogy nyomtat egy pár papírt, hogy keresünk, és akkor úgy jelentkeztek az Anikóék, hogy lehet, hogy ők eladnák, és akkor lecsaptunk. Igen, megszortuk itt a környéket. Igen. Eddig rendesen, és akkor úgy sikerült. Úgyhogy így, és azt hiszem, hogy életünknek a legjobb döntése volt, ez egészen biztos. Ez most már 10 éve lesz, igen. Én mindenképpen örülök neki, de erre majd később még rátérünk, amikor a közös hobbing szóba kerül. Kicsit Ákos megelőlegezte a kérdésemet, igen, hogy ugye ez bizonyos szempontból talán furcsa, hogy ugye adott egy házaspár, akik mind a ketten a médiában dolgoznak, de mégsem a médiából ismerik egymást. Ez hogy alakult, hogy mind a ketten ilyen pályára? Hát végülis nagyon különböző, mert ugye nyilván egészen más egy szerkesztő műsorvezetőnek lenni, mint egy gyártásvezetőnek, de hogy mégis, hogy valahol rokon szakma egy terület. Hát nem így kezdtük,
Először a színház volt, ahol kezdtünk egyébként mind a ketten, mert mi drámatagozatra jártunk középiskolába, ott voltunk osztálytársak a Vörös Marti Mihály gimnáziumban, aztán az utolsó két évet a Szabó Ervin, mindegy, ez egy ilyen... Az egy másik műsor. Az egy másik műsor körülbelül, elmondani, hogy miért. A lényeg az, hogy ez egy drámatagozat volt, és én az Ákos egyébként, ő mindig így inkább gyártásra, a háttérben képzelte el magát. Én meg a színművészetire jelentkeztem a gimi után, és nem vettek fel, és én elkerültem a Madách Színházba és az akkori Új Színházba stúdiósnak, te meg utána nem sokkal a Bábszínházba. Igen. És akkor ő világosító, technikus, tehát mindenféle háttér dolgot kitanult, megcsinálta. Én meggondoltam, hogy majd még jelentkezem a főiskolára, de aztán többet nem jelentkeztem, és aztán már a tévé felé mentem el, és én kerültem 99-2000-ben, igen, 99-ben indult a Satellit tévé, ami már nincsen. És egyébként azt végül az Ákosnak köszönhetem, hogy én oda elmentem, mert ezen az utolsó pillanatban ez egy hirdetést láttam meg, és tudom, hogy én nem megyek el, nekem senkim nincs, ez biztos, hogy lehetetlen bejutni, és te voltál, aki elrugdosolt, mondta, hogy már pedig tessék elmenni a castingra, és akkor az sikerült, és én ott kezdtem, és aztán ahogy jött a TV, Szatellit után Hír TV, Duna TV, egyszer csak te is bekerültél a háttér munkába, így a gyártásba. Úgyhogy aztán az egyik hozta a másikat, és én nagyon örültem neki, mert szerintem nagyon jó, hogyha, vagy nálunk legalábbis tök jól működik, hogyha hasonló területen dolgozunk. Tehát értjük egymást, azért nem az, hogy addig nem értette, amiről beszéltem, amíg nem volt tévés, ez hülyeség, hanem tehát arra gondolok, hogy elég speciális dolgok vannak azért ugye a médiában, a háttérben, és akkor mindig meséltem például, hogy mi történt, meg mit tudom, és akkor egy volt időszak, amikor úgy láttam, hogy jó, hát érdekli, de nem tudom, nem nincs annyira képbe, hogy ez mit jelent, vagy mi, hogy van. És akkor így ez tök jó lett, mert ez is egy közös téma. Bár azért igyekszünk, nem? Hát azért van pár közös téma. Nem sokat. Sőt, hát itthon nem is nagyon tévézünk, ha lehet. Én nem vagyok ennek annyira híve, nem is nagyon szeretem. Tehát vannak az életnek egyéb területei, amiket inkább átbeszélünk, vagy amit megélünk. Tehát a tévé az nekem abszolút a munka és a munkahely. De itthonra nem szívesen hozom. Mondjuk én azért. Én azért igen, tehát azért nekem, mondjuk jó, nyilván online felületek, de hírterületen dolgozom, hírháttér meg politikai műsorokban több mint 20 éve, tehát én azért azzal kellek fekszem. Kell lenni. Muszáj, igen. Igen, muszáj, úgyhogy. Olyan volt egyébként, hogy egy produkcióban dolgoztatok, tehát Ákos abban volt gyártásvezető, amiben te a műsorvezető mondjuk? Nem. Nem? Nem volt. Ezt tudatosan nem, mert Ákos, nem, hanem soha nem. Egyrészt nem is dolgoztunk egyszerre egy tévénél, csak két hét vagy, tehát hogy így semmi. És másrészt ugye, ő soha nem dolgozott hírterületen. Csak 8 évig, de... De jó, de nem, hát az ECHO-ban igen, de a... De akkor én nem dolgoztam ott, tehát úgy nem dolgoztunk ott, abszolút igen. Igen. De ez nem is baj. Nem baj, persze. De egyébként, ha együtt kellene dolgozunk, azzal sem lenne különösebb probléma, mert dolgoztunk máshol együtt, más területeken, és teljesen jól működik. Nem volt, tehát az se volt, igen. Vagy nem lenne probléma. Én a médiaházasságokról két szélsőséges véleménnyel találkoztam szakmán belül. Van, aki azt mondja, hogy mindenképpen, aki médiában van, az a médiában házasodjon, mert hogy egy kívülálló nem tudja tolerálni a médiával járó felfordulást és össze-vissza életet, más meg azt mondja, hogy mindenképpen kívülállóval kell, mert hogy egyrészt ne legyen ez a rivalizálás, hogy akkor ki sikeresebb, ki kevésbé sikeres, bár aztán jellemzőbb ott, hogyha mondjuk két színészről van szó, illetve hogy ne legyen olyan belterés a dolog, de azok, akkor ezek szerint ti azt mondjátok, hogy ezt... Hát mi mind a kettőt csináljuk, tehát jó pár évig volt, hogy te nem voltál még a tévében, én jobban szeretem, hogy ami jó, nem az, hogy őt jobban szeretem, hanem jó, hogy ott van. Még derülne. Hát sem baj, őt jobban szeretem, hogy is.
Tehát jó, ne, tehát hogy szerintem jó, jobb. Tehát hogyha nekem így erre választ kéne adnom, hogy szerintem melyik a jobb, akkor saját tapasztalatból azt mondanám, hogy ez így tök jó. Azért tényleg tud hektikus lenni, de a színház is. Tehát azért három persze. évig azt elviselni, hogy te minden este ilyen jársz haza évfélkor, meg 11-kor, meg tehát a színház is ez... média valahol. Hát végülis igen, igen. Tehát nem ez a, tehát soha nem dolgoztunk úgy egyiken sem, hogy reggel 8-tól 5-ig, mert ugye beosztások vannak, vagy adás van, vagy a gyártásvezető oldalon is beosztás van, tehát ott is van, amikor hajnalba kell menni, és van, amikor éjszaka kell menni, van, amikor. Tehát, hogy ez egy ilyen össze-vissza. Viszont megvan az az előnye, hogy sokan nem gondolnák, de szerintem sokkal gyerekbarátabb, mint mondjuk egy 8 órás állás. Ezt sokan nem gondolják, de ez így van egyébként szerintem. Ezt kicsit fejtsétek ki, mert akartam is kérdezni, hogy ilyen össze-vissza beosztású mellett hogy lehet összehozni, hogy otthon se ússzon semmi? Hát pont azért nem. Tehát, hogy... Hát igen, ugye most már főleg sajnos van tapasztalatunk abban, hogy ilyen működik a távmunka. Meg tulajdonképpen az én területem az abszolút olyan, hogyha van egy telefonod, meg van egy számítógéped, vagy egy laptopod, akkor gyakorlatilag bárhonnan bármit elintézel, megoldasz. A fizikai jelenlét az sok esetben szükséges, de azokat lehet úgy igazítani, hogy mondjuk egyéb dolog, például a gyereket el tudjam hozni az iskolából, vagy be tudjam vinni reggel. Tehát ez valóban alakítható dolog. Nyilván ez az is hozzátartozik, hogy mindig éjjel-nappal be vagyok kapcsolva, hétvégén is hívnak, ugyanúgy jönnek az e-mailek, nagyon sok mindent kell intézni akkor is, amikor éppen nem vagyok bent a tévében, de hát ez ezzel jár. Ez egy ilyen munka. Igen, nekem meg sokat, ugyanígy sokat tudok itthon készülni. Tehát most ugye, most másfél éve életemben először nem este dolgozom, hanem reggel, viszont ez meg aztán végképp gyerekbarát. Azért az esti munka az nem volt annyira az, most ez picit visszaszívom, mert azért az nehéz volt, nekem az nehéz időszak volt, amikor a Jászmin ovis lett például, mert amíg nem volt ovis, tök jó volt, mert otthon voltam egész nap, délután késő este bementem, átadtam a gyereket a Ákosnak, amikor éppen dolgoztam. De amikor ovis lett, hát akkor szinte váltottuk egymást azokon a napokon, amikor dolgoztam, és akkor én egy csomószor tudatosan visszavettem a napokból, hogy ne dolgozzak minden nap, ne menjen a gyerek rovására. Most pedig azért jó, mert nekem a munkadandárja a reggeli műsornál, ugye ezt is sokan nem gondolnák, az délután van itthon. Tehát általában pont ilyenkor, ilyen 3-4 óra tájban állok neki a másnapi adásnak, és akkor, de azt én itthon tudok rá készülni. Tehát, és azért még hiába, hogy dolgozom, de mégis itt vagyok, látom a gyereket, tud hozzám szólni, vagy felügyelet alatt van, tehát hogy együtt vagyunk. A reggel pedig hát 9-kor végzek, és akkor ha nincsen más, akkor meg igyekszem haza. Hát most ugye mindenki itthon van, emiatt a helyzet miatt. Igen. Ilyen szempontból te munkát hasonlít a stand-upra, ugye nekem is sokszor megkapom, hogy milyen jó nekem, mert csak fél órára kimegyek a színpadra, elmondom azt. Ó, persze, igen. Azt, hogy arra megyik készülés, meg kitalálni, az igen, ezt kevesen tudják. A stáblistákon azért sokszor vannak ilyen a laikus számára furcsa pozíciók, és értettem nagyon sokáig például, mi a különbség a forgatókönyvíró és a dramaturg között, és hát a gyártásvezető is azért sokáig ilyen gyert, és egy rejtély volt, hogy pontosan mit csinál, úgyhogy hát van még, aki... Minden. Volt, és mindenéről a hívás. Kicsit hát, osztasd a homát, hogy mit csinál egy gyártásvezető pontosan, vagy pontatlanul. Ezt is több dologra lehet bontani, ugye vannak a televíziós gyártásvezetők, vannak a filmes gyártásvezetők, hasonló a két szakma, vagy a két tevékenység, de mégsem ugyanaz. Igazából egy ilyen központi szervező koordinációs szerepet tölt be a gyártásvezető egy produkció létrehozásában, a legelejétől a legvégéig folyamatosan kíséri, segíti. Ő tervezi meg a produkciónak a technikai, humán igényeit, nyilván a különböző területekkel együtt, tehát a rendezővel, tartalmi emberekkel. Gyártásvezető készíti és tartatja be a költségvetést. Gyártásvezető készíti el a szerződéseket, állapodik meg a partnerekkel, és hogyha ezek mind megvannak, és el tud indulni a produkció, akkor hozzárendeli a
az adott forgatási napokhoz a megfelelő embereket és technikát. Számon kérje az elvégzett munkát, rendet tart. Te vagy a motorja a produkciónak tulajdonképpen. Hát a motorja is, de ezt mindig úgy kell érteni, hogy a televíziózás az egy óriási csapatmunka, tehát senki nincsen a másik nélkül. A legutolsó ember, aki a háttérben dolgozik, ugyanolyan fontos, mint az, aki a képernyőn van. Uh-huh. Ezt sokan nem tudják, nem érzik. Sajnos a mai televíziózásban, de ez így van. Tehát mindenki ugyanolyan fontos. Ez egy nagyon-nagyon komoly csapatmunka. Hát igen, az az egy műsorvezető vagy kettő, akit lát az ember, az a legkevesebb. Tehát mögöttünk egy óriási csapat van. Szerkesztő Gerda, operatőröktől, technikusoktól kezdve rengetegen, akik tényleg ugyanolyan fontosak, mert ha ők nincsenek, akkor hiába ülök ott a képernyő előtt. Úgyhogy... Így van. Ezen kívül minden olyan dolog, ami máshová nem sorolható, de megoldandó feladat vagy probléma, az mindig nálunk tett ki a gyártáson. Aki képernyő szerepel, az ugye óhatatlanul kap hideget, meleget. Manapság a közösségi média korában meg pláne, most már nem is kell feltétlenül híresnek lenni, de hát nyilván ezzel te is találkozol, Györgyi, gondolom a kéretlen udvarlóktól a trollokig minden előfordul. Hogy ez minden. Mit kettőtök oldaláról, hogy ezt hogy lehet kezelni, egyrészt, mint aki kapja, másrészt, mint aki a férj, aki látja, hogy nyilván azért néha bizsereg a kez, hogy legalább oda kommenteljen egyet, vagy valami. Hogy lehet ezt kezelni és kibírni józan ésszel? Rákosnak csak, ha megmutatom. Tehát van egy jó pár rajongó, akik nagyon-nagyon kedvesek, és nagyon tiszteletadóak, és már mondhatom, hogy szinte évtizedek óta követnek, tehát azzal nincs is probléma. Hát volt, tehát akadt probléma. Ezzel a részével nincs. A problémát azt úgy értem, hogy nem valaki udvariatlan vagy egyszerűen olyat ír be, hogy miért beszélsz így, miért hadarsz meg, miért kérdezted, miért nem kérdezted, miért így csináltad, miért nem úgy csináltad. Tehát az egy ízlésbeli kérdés, és azzal sincs probléma, tehát minden kritikát el kell viselni. Csak a probléma az ott van, amikor mondjuk a személyes szférában. Tehát nekem volt rendőrségi ügyem is, uh-huh. Tehát azért ez el tud menni egy ilyen zaklatásba. Nekem kettő ilyen sztorim is volt, az már csúnya volt. Az egyikben mondjuk az ajakos is belefolyt, mert kénytelen volt belefolyni. De hát hál' Istennek nem lett nagyobb gond, de azért van tudnak lenni meredek helyzetek. Tehát ott tényleg, tehát ott egy nagyon komoly... Tehát már rendőrségen profilt kellett készíteni neki az illető úriembernek, mert ott már nagyon, nagyon gáz volt a helyzet, tehát ott a gyereket belepróbálta keverni, ott minden volt, mindegy, nem megyek bele, tehát ez a része, ez borzasztó. Ez egyszer volt, és szerencsére mostanában nincs. A másik, az pedig ez tényleg ez egy közszereplőnek el kell viselni, és sajnos a mai televíziózásban, főleg a politikai hírháttérműsorokban, ebből a szempontból nagyon rossz irányba mentek el a dolgok, sajnos nagyon-nagyon-nagyon rossz irányba. Olyan dolgokért kapsz ma akár dicséretet, akár negatív kritikát, amit még 5-10 éve is, 5 éve sem az emberek teljesen máshogy gondolkodnak. Tehát igazából mindenki a saját kánonját akarja visszahallani, és hogyha te abból kikérdezel, vagy kilógsz, akkor nem tudnak hova tenni, és akkor az ilyen furcsa. Ez nálam nagyon gyakran előfordul, úgyhogy... És Ákos, te ezt hogy éled meg, vagy hogy kezeled? Vagy inkább nem is foglalkozol vele, nem követed? Igazából nem nagyon foglalkozom vele, nem is nagyon szoktam olvasni, egy-két hozzászólást látok, de én azt gondolom, meg ez általában a vélemény hangoztatásra is igaz, hogy ki az, aki mondja, uh-huh. ki az az illető. És hogyha adok a szavára, a véleményére, vagy szakmai alapokon, vagy bármilyen alapon meg tudja indokolni azt, amit mond, akkor elfogadom. De az, hogy valaki beír, hogy Györgyi már megint hadart, és nem értettem a felét, akkor nem feltétlenül gondolom azt, hogy nem a fülészetre kell mennie, hanem ott tényleg hadart mondjuk a Györgyi. Hát ezek szerintem le kell, hogy pattanjon az emberről ezek a akár a negatív, akár a túlzott pozitív kritikák. Nyilván utána lehet nézni, meg utána gondolni, hogy vajon igaza volt az illetőnek,
Tehát lehet önvizsgálatot tartani, de nem érdemes ezeken túl sok helyre lovagolni. Hát lehetetlen. Tehát lehetetlen mindenkinek megfelelni. Tehát egy idő után, aki így tévében dolgozik, vagy képernyőn, az egy idő után ezen így túlteszi magát, mert ha nem abba, tehát azt beleőrülsz, tehát ez lehetetlen. Tehát, hogyha én elmondanám neked, hogy egy ad, csak a ma reggeli adás után én hány levelet kaptam, és megpróbálok egyébként, amennyire tudok mindenkinek visszaválaszolok, tehát igyekszem tényleg, sokkal könnyebb, mint régebben, amikor levél, tehát effektív fizikai levél érkezett, mert akkor nehezebb volt mindig mindenkinek visszaválaszolni, hát most már sokkal egyszerűbb. Viszont ennek az a hátulütője, hogy sokkal egyszerűbben el is érnek azonnal téged bárki tényleg, és hát vannak azért elvetemű dolgok, de igyekszünk, szerintem nálunk legalábbis minden műsorvezető igyekszik normálisan válaszolni, meg nézőknek a kérdéseire válaszolni. Tehát egy ögyet tepeljön futásod, így nagyon jól végig lehet rajta követni a magyar politika alakulását, mert vagy mindig így utolérted, bárhol voltál, lehet, hogy ez törvényszerű, vagy hát azért, mert jól látod. Sajátosan alakultak a dolgok, és például láttam, azt én is követtem, akkor már ismertük egymást, hogy például nagyon sokan nehezen emésztették meg a Hír TV-től, hát mentő az ATV-re. Nem azt. Azt már nem. Azt, hogy én a G-nap után oda mentem a Hír TV-be, az volt nehezebb. Hát ő nekik valószínűleg kimaradt egy etap a Hír TV életéből. Úgyhogy. Hát figyelj, én erre mindig azt szoktam mondani, hogy hát az Ákos tudja, mert ő ismert, tehát nálam nagyobb biztonsági játékost és megrögzött. Tehát én utálom a változásokat, én nem szeretem, én azt szeretem, hogyha nagyjából mindig ugyanaz van kiszámítható, abban tudok jól dolgozni, abban érzem jól magam, ahhoz képest nagyjából mindenhol voltam szinte a médiában, nagyon sok helyen, de ha rajtam múlna, és lenne szatellit tévé, tuti ott lennék még, ha minden úgy lenne, mint annó volt. Tehát, hogy én amúgy nem szeretem ezt, de valahogy egész egyszerűen ez így adódott, és addig, amíg azt gondoltam, hogy jól tudok valahol dolgozni, úgy, ahogy én szeretnék, és ahogy én jónak tartom szakmailag, akkor addig ott vagyok, és aztán amikor már nem, akkor nem. Mondjuk erre a Hír TV az egyetlen példa, mert mondom, hogy 2018-ban nem én jöttem el, amit kirúgtak, megelőzve azt, hogy felmondjak, mert egyébként nyilván felmondtam volna egy fél év múlva. Úgyhogy hát ez így alakult, de igazából ez nem csak nálam alakult így, csak én látszom a képernyőn. Én egy csapattal mentem általában, mindig ez még az estés. Az Este című műsort vezettem egy sokáig a közmédiában. Itt egy iszonyatosan jó csapat volt, a szerkesztői gárda, akik barátaim is, Débány Ezgerő, Kovács Gábor, Hajdú Gáborék, nem tudom, hogy szerintem egy pár név mond nektek is valamit, vagy valakiket. És mi együtt dolgoztunk nagyon, nagyon, nagyon jól, és nagyon sok helyen, sok évig. Hát most ez már nem annyira adatik meg. Úgyhogy most is nagyon jó csapat, de tehát az ATV-hez is, amikor hívtak, akkor megmondom őszintén, hogy nagyon örültem neki, mert egyszerűen tudják azt szavatolni, hogy úgy dolgozom, ahogy szeretnék, nem szól vele senki, nem mondja meg, hogy mit kérdezzek, nem mondja, tehát azt pedig a Hír TV-ben megszoktuk a G-nap után, hogy nagyjából egyetlen fideszes képviselő sem jön be, vagy politikus, tehát kevés, nagyon kevesen jönnek be, de azért bejönnek. A Hír TV-ben nem, hát ott az ugye igen. A G-nap után le volt tiltva. Most már bejöttek a Hír TV-be is. Most már igen. Most már csak ők jönnek be. Na, én nem vagyok. Kapunk, hogy éneket pedig végén mi is, de nem baj. Egyébként az mennyire volt szempont neked, hogy mondjuk a adott csatorna az mész, és azért vannak, mint egy Hír TV, egy ATV-t is azért nagyjából szokták egy bizonyos politikai oldalhoz közelebb állónak mondani, hogy ez, hogy annak a tévének mondjuk a politikai irányultsága mennyire egyezik a te személyes véleményeddel, mint magánember, hogy ez számított-e valaha is, vagy azt mondod, hogy mindegy újságíróként ugyanúgy kell hozzáállni bárhol is vagy, és bárkivel beszélsz.
Hát én igazából nem a tévéhez, vagy a tévé minőségéhez, vagy a jelzőihez csatlakozom, hanem hogyha engem oda hívtak, tehát amikor engem elhívtak egy munkára, vagy egy munkahelyre, akkor feltételeztem, hogy azért hívnak, mert ismerik, hogy hogy dolgozom, vagy hogy kérdezek, vagy mit csinálok, és akkor azt szeretnék, hogy azt csináljam továbbra is, ahogy eddig dolgoztam. És ez itt nagyon-nagyon rendben is van, tehát hogy ezzel nincsen gond. Így volt egyébként sokáig a közmédiában is, nem is beszélve a Duna TV-ről, tehát azért azt hiszem, hát azért még a leghosszabb ideig én a Duna TV-ben dolgoztam 2004-től, igen, 2004-től 2009 végéig, tehát azért... De nem volt, tehát ezzel soha nem volt probléma, tehát igazából ezek a jelzők, hogy jobboldali tévé, meg baloldali tévé, meg jobboldali újságíró, meg baloldali újságíró, ezek régen nem, tehát egy 10-15 éve, hát te pontosan tudod, hogy ez nem volt így kiélezve, mint most. Tehát most már, hogyha nem tudnak besorolni egy kategóriába, tehát én egy adás után kapok olyan levelet, hogy fú, te ízéte, fideszes ízé, segnyaló, meg kapok olyan levelet, hogy te ízéte, balos, nem tudom, áruló, mert én annó egyszer dolgoztam 2002-ben a Hír TV-be. És de tehát szóval, hogy mondjam, ez engem nem érdekel, tehát hogyha én előttem bejön egy fideszes politikus, vagy egy baloldali politikus, én ugyanúgy meg fogom kérdezni, és minden kérdést fel fogok tenni, amit én fel szeretnék tenni, amit gondolok, mert ezt nekem ott hagyják, és el is várják tőlem, és ez lenne az újságírói munkának a lényege. És nagyon örülök, hogy van olyan tévém, amíg Magyarországon, ahol ezt meg lehet tenni. Úgyhogy igazából ennyi. Ákos, a kamera mögött, hogy a gyártásvezető szintjére is lemennek ezek a politikai csatározások, megváltozások, vagy azért az a szinten nem, mert mindegy, ugyanúgy el kell készíteni a műsort? Így, ahogy mondod, hogy ugye el kell készíteni a műsort, bármilyen műsorról van szó, ugyanazt a maximális teljesítményt kell nyújtani, akár a sportról, akár hírterületről, akár magazinról, gyermekműsorokról van szó. Szerencsére ezen a területen annyira nem érződik ez a fajta nyomás vagy kényszer. Hát ott a gyártásban ugye a tartalomban nincsen. Mondjuk te nem is ilyen területen dolgozol, de... El is gondoltam, bocsánat, közbe vágtam, hogyha van egy ilyen váltás, mint mondjuk a Hír TV-nél van, és amikor ugye például Györgyit elküldték, hogy ilyen esetben ez a fajta tisztogatás leére mondjuk arra a szintre. Nem is feltétlenül téged érintett, mert mondjuk te nem voltál a csatornán, nem? Jó. Nem. Hát akár engem is érinthetne, mert nyilván volt olyan helyzet, amikor szöges ellentétben, tehát politikai nézetek szempontjából szöges ellentétben lévő helyeken dolgoztunk, de én ennek soha nem tapasztaltam a hátrányát, vagy a kárát. Azért is szeretem az ilyen interjúkat, mert ugye amikor fölkészülök, akkor mindenféle újdonságot megtudok még arról is, akit azt gondolom, hogy ismerem. Például én nem tudtam, hogy György, hogy te kétszer is indultál a Nemzeti Vágtában. Nem is ezt olvastam. Igen, a Hír Igaz. Azt tudtam, hogy szeretem a lovakat, mert voltak ilyen lovas képek, de hogy ennyire... Hát ez úgy volt, hogy akkor ez 2010-11-ben volt, vagy 11-12-ben, és ugye mindig volt a Vágtán, most már szerintem most már nincs is ilyen celebfut, amit hívták ezt, amikor ilyen ismertebb emberek különböző tévéktől, színészek indultak, és akkor hát a Vágta szervezői ugye tudták, hogy én is lovagolok. Én Szotyori Nagy Kristófnál lovagolok, aki egyébként már a Vágta szervezésében is benne van jó sok éve, talán az elejétől. És akkor így kérdezték, hogy indulnék-e, és akkor én megkérdeztem a Kristófot, hogy Kristóf indulja, és mondta, hogy nyugodtan indulhatsz. És hát azért az egy kemény volt. Tehát ezt azért hozzáteszem, hogy ez egy nem volt egy egyszerű feladat. Én kétszer indultam, kétszer harmadik lettem, amire nagyon büszke vagyok, és aztán többet nem. Tehát ott egyébként is apukám azt mondta, hogy letöri a derekamat, ha még egyszer indulok, de nemzetveszélyes, meg nagyon sokat kellett, tehát azért az egy fél éves edzés volt körülbelül, amíg felkészültünk a Vágtára, tehát az egy nagyon veszélyes dolog ott a Hősök terén tényleg. Úgyhogy én az első előtt nem is féltem egyáltalán, egészen addig, amíg a
eljött a nap, és a délutáni futam előtt délelőtt le kellett menni a lóval kipróbálni a pályát. Hát szerintem, ha nem fognak meg, valószínűleg most is ott köröznék a Hősök terén, tehát hogy az, ott elszabadulnak a lovak teljesen. Úgyhogy az egy más helyzet. De hát imádok lovagolni, 23 éve lovagolok körülbelül, úgyhogy nagyon szeretek. Igyekszem most is kijutni, amikor tudok. Amikor felkértelek titeket, akkor Ákos egy kicsit így visszakérdezett, hogy biztos, hogy őt is akarom. Egyrészt azt gondolom, mindenketten érdekes személyiségek vagytok, meg így része a falu életének, másrészt meg, hogy hát amilyen mi kicsit jobban összebarátkoztunk, azon már kívül, hogy ismertük egymást az óvodából, az a közös hobbink, és ez azért ebben azért Ákos a kulcs szereplő, úgyhogy hát hogy jött a gombászás Ákos az életedbe? Az életed meg... a gombászat a nagy szerelem, illetve hát a túrázás, úgyhogy ez a kettő együtt jár nálunk, nálam főleg. Amikor kiköltöztünk Lányfalura, akkor is másokat túráztunk, és volt egy év, 2014, amikor nagyon-nagyon erős gombász szezon volt, és hát akkor is mentünk túrázni. Akkor még nem nagyon tudtam semmit a gombákról, csak a csipetkét ismertem, amit a boldog meg lehet venni körülbelül. És... nem igaz, mert a nagymamám nem mutattuk a gombákat. Ja, lehet. Mátrai. Igen, az is majd gyorsan elmondom. Tehát az a lényeg, hogy mentünk az erdőben, és tele volt gombával. Bárhova léptünk gomba-gomba hátán, és nem tudtuk, hogy mi is, ez engem elkezdett zavarni. Vagy mik ezek, miért nem tudjuk őket. Ugye a György említette, hogy náluk a családban, konkrétan a Mátrában a nagymamája környéken azért ott volt hajlandóság a gombaszedésre, de ott is csak pár fajt szedtek. Tehát egy pár dolgot azért nyilván én is ismertem, de az tényleg csak 2-3 darab volt. És akkor egyszer elmentünk, megszedtük jól a kosarat, és elmentünk Szentendérre a piacra, ahol Rebeles Sándor volt akkor a gombaszak ellenőr, meg a piacfelügyelő. És elkezdtünk beszélgetni, nyilván kihajított mindent, ami a kosaramban volt. De hogy mi azt szedtük össze, amit a többiek ott hagytak. Tehát minden ment a kukában, de Sándorral elkezdtünk beszélgetni, és akkor ő ajánlotta, hogy ha érdekel komolyabban a dolog, akkor gondoljam át, és akkor akár elvégezhetnék egy tanfolyamat is. Na most ebből az lett, hogy már a következő évben be is iratkoztam a Mikológiai Társaságnak a gombaszak ellenőri tanfolyamára, ami egy egyéves képzés, ott azt szépen elvégeztem, levizsgáztam, és hát azóta is folyamatosan és töretlenül kutatom, keresem a gombákat, illetve hát sokan jönnek hozzám, akár a faluból, akár a környező településekről is azonban gombát vizsgáltatni. És én mindenkit szeretettel várok, ha az interneten megtalálnak, ingyenesen vizsgálok gombát, és szeretem, igénylem, és várom is a gombászokat, hogy jöjjenek és hozzák a gombát. Úgyhogy így alakult. Nekem nagy felfedezés, hogy mert ugye ezt neked már meséltem, de azért elmondom, hogy egy gyerekkoromban sokat gombáztunk, már sokat nyaraltunk az Alpok alján velem községben, és ott a falubeliek ugye ismerték. És aztán, amikor ide költöztünk, most már 16. éve, sokat gondoltam, hogy milyen jó lenne, de hogy az tényleg most kiderült, hogy hol van, ilyen ellenőr elvinni, mindez visszatartott, de most, hogy itt van kéznél, tulajdonképpen az ovi előtt tudunk találkozni, így beleegesztettem, és én is egyébként egy csomó gombát most ismertem meg, mert ott is az volt, hogy csak egy bizonyos gombákat ismertek meg, ettek meg. Úgyhogy igen, hát ott az a környék, az kifejezetten a vargánya és a rókagomba, a savanyú lucosok és egyebek területe. Sok helyen csak azokat a gombákat szedik a népi gombászat hagyományéból eredeztetve, amiket már évszázadokkal ezelőtt is szedtek. Viszont például velem is környéke egy nagyon jó gombászhely. Nagyon sok faj van arra felé, sajnos nálunk messze van. Egyébként itt a Visegrádi hegységben is érdemes gombászni, a tavalyi szezon is nagyon-nagyon erős volt, úgyhogy itt is érdemes kimenni az erdőbe és felszedni a gombát.
ismét lezárások vannak, és hát könnyen lehet, hogy ez még így marad egy darabig, de ugye nekünk szerencsére itt az erdő, ahol mindenkitől találva ki lehet kapcsolódni, és engem egyébként meglepett, azt hittem, itt tényleg az egész falu gombászik, mert tényleg vidéken eddig ahhoz voltam szokva, hogy ahol volt, ismerték, de valamilyen nem annyira, talán azért, mert sokan a városból telepettek, nem tudom, de hát itt a lehetőség, mindenkit biztatok, hogy próbálja ki ezt a hobbit, szigorúan csak ellenőrzéssel együtt összekötve. Minek lesz most szezonja, mire érdemes figyelni az erdőben? Hát most éled az erdő, az első gombák, amik tavasszal megjelennek, azok... Az itt nincs. A kucsma gombák. Igen, majd lesz az is. Most az első, ami várható, főleg nyár erdőkben, illetve vizes élőhelyeken, az a cseh kucsma gomba. Az Alföldön, ahol kicsit melegebb van, ott már találtak cseh kucsma gombát, de hamarosan szerintem itt a Dunát övező nyarasokban is előfordulhat majd, bár itt, megmondom őszintén, még soha nem találtam cseh kucsmagombát. Aztán jön kerestük pedig. Aztán jön a többi kucsmagomba faj, elég szép számban vannak, úgyhogy érdemes kimenni majd hamarosan az erdőbe. Lehet találni most osztrák csészegombát, ami egy nagyon szép piros színű gomba, az is a tavasz előhírnöke. Most ugyan voltak mínuszok, meg itt azért nálunk még nincs olyan nagyon nagy meleg, de 2-3 hét múlva beindulnak ezek a gombák is. És hát aztán majd május végén, június elején elindul a vargánya, ha az eső és az időjárás is úgy akarja, az pedig a nyár elején érdemes majd szedni. Elég nagy mennyiséget lehet egyébként találni a környéken. De nem mondjuk meg, hol. Hogy is megyek veletek rá, tupak. Persze, persze. De hát ez olyan dolog, másfél méterről a maszkban. Igen. Tehát meg kell keresni a helyeket, van, hogy én is kimegyek tízszer, mert tudom, látom a növényzetből, meg a talajból, hogy az egy ígéretes hely, és nem találok semmit, és amikor 11-szer kimegyek, akkor ott van, amire gondoltam, és akkor... Uh-huh. De hát ezt ki kell fogni. Hát egy izgalmas. Így végezetül vagy végéhez közeledve még azt szeretném megkérdezni, hogy milyen közösség Leányfalu, hogy mennyire könnyű itt, vagy nem könnyű híres emberként élni, ugye ez van, akinek az a baj, hogyha léptennyomon leszólítják, van, akinek az zavar, hogyha nem szólítják le, de hogy tapasztalod, hogy itt a közösség az úgy volt, hogy már három napig tart minden csoda, és megszokták, vagy milyen kalandjaid vannak ezzel kapcsolatban, vagy élményeid? Hát szerintem, tehát mi nem vagyunk olyan híresek, vagy szóval, hogy nem, tehát nem vagyunk, nem, vagyis sem vagyok az a, tehát nem ez a telep kategória, hogy kimegyek az utcára, és akkor nem tudom, megőrülnek, vagy annyira ismerek, úgyhogy ezt így abszolút nem tapasztaltuk. Azt viszont igen, hogy nagyon gyorsan nagyon sok embert megismertünk, és nagyon jó. Tehát az tényleg így van, hogy ha lemegyünk a partra, pont tegnap röhögtünk azon, hogy lementünk, hogy hú, csak egy fél órát, mert hogy van egy kiskutyánk, egy új kiskutyánk, hogy az első, és még pici, és muszáj menni vele. És le akartunk menni egy fél órára, hát valami másfél óra lett, mert biztos, hogy valakivel találkoztunk itt, meg ott, leállunk, beszélgetünk, és ez tök jó, iszonyú jó. De szerintem ez nem a tévé miatt van, vagy nem, hanem azért, mert gyerekeink vannak, és ugye az oviba, suliba, ugye Jászmin is ide járt még alsóba, a kicsi meg még oviba. Óhatatlan, hogy összeismerkedünk a szülőkkel, lesznek ismerősök, meg aztán baráti kapcsolatok kialakulnak, úgyhogy inkább ezért van. De szerintem én nem éreztem soha azt, mert amikor kijöttünk, akkor mondták, hogy na hát tudjátok, hogy ti lesztek a Leányfalun, hogy itt mentek meg, hogy ott nem tudom, senkit nem fogadnak be, meg így, meg úgy. Szerintem nem, én ezt nem éreztem soha. Szerintem ez egy tök jó közösség, úgyhogy... Abszolút, hogy mindenki megtalálja maga körét szerintem, nem? Vagy hát én ezt tapasztalom. Igen, de most én is ezt tapasztalom, de gondoltam, hát ha esetleg te szemszögödből más vagy másképp alakulnak a dolgok, már azért engem, tényleg nem vagyok, én nem tudom, milyen ismert valaki.
De akkor ezek szerint így sikerült résmentesen. Igen, szerintem igen. Úgyhogy mi is járunk le nyáron a gombához, bár már ott tartanánk, hogy lehessen menni. Csak ott lehet beszélgetni jókat, úgyhogy meg az is könnyebbség volt szerintem nekünk, hogy volt kollega is kint, akikkel azért már eleve tudtunk, vagy úgy kicsit bevittek így a társaságba, meg hát a gyerekek inkább. Meg a gombászok. Jó. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésre álltatok. Sajnálom, hogy ilyen rendhagyó módon, de hát remélem, hamarosan majd akkor azért találkozhatunk más nem gombászás közben. Így legyen. És akkor is köszönjük. Nézőjüknek köszönjük a figyelmet. Áprilisban is lesz Line for Estek. Most már nem merem megjósolni, hogy milyen formában. Zoomon, kamerafelvétel, vagy személyesen. És hát ugye 2021 Line for az egyházak éve, úgyhogy ennek jegyében a következő beszélgető vendégem Zoltán atya lesz, akivel már meg is beszéltük, kedvesen mondta, hogy nagyon szívesen jön, és nagyon sok témát is felvetett, hogy miről szeretne beszélni, és az is nagyon jól fog sikerülni. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, és még egyszer köszönöm, hogy köszönjük. Köszönjük.